Szevasztok, kellemes húsvétot kívánok mindenkinek, és sok-sok locsolót a hölgyeknek. Éppen itt vagyunk a stúdióban, és felmondom a Station ID-ket, amiket erre a kellemes húsvétra, a leges várhatóan kellemes húsvétra írtunk. Egy gondolat bánt engemet, elfeledtem a versemet. Juhú! Egy gondolat bánt engemet, elfeledtem a versemet. Puskás Peti vagyok, nagyon kellemes húsvéti ünnepeket kívánok. Egy gondolat bánt engemet, elfeledtem a versemet. Puskás Peti vagyok, és nagyon kellemes húsvéti ünnepeket kívánok az aktív rádióhallgatóinak. Igen, mert nem, hirtelen elfelejtettem, mit akarok mondani. Puskás Peti vagyok, és nagyon kellemes húsvéti ünnepeket kívánok a Pláza rádióhallgatóinak. Tökéletes. Meg vagyunk. Ennyi volt? Üdvözlöm a prof... Üdvözlöm a... Puskás Peti. Tegnap nyilatkoztam a Best magazinnak. No, az aktív... Szerintem egy nagyon jó kis interjú kerekedett belőle. Kiöntöttem a lelkemet. Jövő héten halatortázom így húsvéti ünnepek alkalmából. És akkor az történt, hogy már nem is akartam. Nagyon utálva futni, mert szerintem az egy kegyetlen dolog, de kívánok. Mégis az embernek kicsit kitisztítja az agyát. És jövő héttől József, erről itt eszem, április 8-án lesz az első József, amire gyertek, mert csak 4-et játszom most csak 4 lesz. Nézzük, mik vannak kilátásban, hamarosan kész a szám, az új szám, aztán forgatjuk a klippet hozzá. Legyetek jók, kellemes húsvéti ünnepeket mindenkinek, és jó szórakozást a jövő heti halatortánhoz.